adora. Felfedező. Nevetel. Ha kimegyünk, mi lesz innen a mentő mi fog lesz? Elvinni. Tényleg? Tényleg. Csizi, nézd, mit találtam! Hagyjál már, Dóra! Éppen a kedvenc mesémet nézem, és pont most van a legjobb rész. Azaz, gyerünk, Dóra, gyerünk, menjél, gyerünk! Mi van? Semmi. Csizi, azonnal gyere ide, vagy fölrúglak! Na, persze, fölrúg, persze. Nézd, Csizi, mit találtam! Az áll a hirdetésben, hogy az ön otthonához legközelebb lévő Tesco áruházban ingyen Samsung Galaxy S44-et adunk, ha nem vásárol semmit. Ez tiszta jó ajánlat. Ja, el kéne menni venni egyet. Hé, mi az, hogy egyet? És velem mi lesz? Ja, hát bocsi, de nincs annyi pénzünk, hogy kettőt vegyünk. Igazad van. Na, akkor induljunk. Oké. De várj, Dóra, merre kell menni? Hát, kit szoktunk megkérdezni, hogyha nem tudjuk, hogy merre kell menni? A térképet! Mondjuk együtt! Térkép! Ha van egy hely, ahová mész, nézd meg, én vagyok az ész, én az ész! Én a térkép, ó, a térkép, bármely helyet keresed, velem mindig megleled, mert én az ész! Mert én a térkép vagyok, én a térkép vagyok, én a térkép vagyok, én a térkép vagyok, én a térkép! Dóra és Csizi el akarnak jutni a Tesco-ba, hogy kapjanak ingyen egy Samsung Galaxy S44-et. Nos, én pontosan tudom, hogy hogyan tudnak eljutni oda. Először át kell menniük a rémisztő erdőn, majd át kell kelniük a hídon, és onnan már nincs is messze a Tesco. Szóval mondjátok meg Dórának. Erdő, híd, Tesco. Erdő, híd, Tesco. Erdő, híd, Tesco! Na, akkor merre kell menni? Sötét erdő, híd, Tesco! Szóval akkor először át kell mennünk a sötét erdőn, utána át kell kelnünk a hídon, aztán meg is érkeztünk a Tesco-ba. Ez az, akkor indulás! Mondjátok velünk! Erdő, híd, Tesco! Erdő, híd, Tesco! Erdő, híd, Tesco! Menjünk, hey, come on! Gyerünk együtt, nyomás! Gyerünk, forrá, megyünk! Ez meg se kutyan nekünk! Mi is a célunk? A Tesco! Mi is a célunk? A Tesco! Mi is a célunk? A Tesco! Dóra, mikor érünk már oda az erdőbe? Már nem érzem a lábamat. Akkor
akkor szagod az enyémet! Nagyon vicces. Tudom! Szerintem megjöttünk a sötét erdő szélére. Hát igen, úgy néz ki. Na de ott látok valami ösvényt. Gyere, menjünk arra, talán az átvezet minket az erdőn. Oké, menjünk. Gyere, Csizi! Oké. Jaj. Jaj, ne! Nézd, Dóra! Egy kereszteződés! Most merre megyünk tovább? Hát, nem tudom. Szerintem hallgassuk végig mind a három utat, hogy mi hangokat hallunk, és amerre nincs ijesztő hang, arra menjünk. Oké, akkor először hallgassuk meg a baloldali utat. Jó. Szerintem most őket nem nagyon kéne zavarni, hogy beszéljék meg a problémáikat, ugye, Dóra? Hát igen. Jó, van, akkor hallgassuk most meg a középső ösvényt inkább. Hát szerintem ezen az úton se kéne mennünk, mert egy túl fiatal vagyok farkaskajaként végezni. Én is. Szerintem inkább nézzük meg a jobb oldali utat, az biztos jó lesz. Hát igen. Mint hogyha ezt az utat nekünk találták volna ki. Ja, szerintem menjünk arra. Oké, menjünk. Gyere, Csizi, mindjárt kint vagyunk. Oké, megyek. Jaj, ne, már megint egy elágazás. Te, Dóra, ez nem hasonlít nagyon az előző kereszteződésre? Jó, így ízi. Bízz az útkereső képességembe. Biztos, hogy jó irányba megyünk. Oké, ha te mondod. Na, akkor megint hallgathatjuk, hogy melyik a barátságos út. Na, akkor megint kezdjük szerintem a baloldalival. Ha tízet váltás vírebb, begyisz hidás fíb. Hát szerintem nem kéne arra mennünk, mivel még a végén megzavarnánk a munkájában, és inkább nézzük meg a középső ösvényt, hogy ott milyen hangok vannak. Jaj, de kis aranyos malacska van arra. Hát most nem édes, hogy röfög. Hát de hogy nem. Hallgassuk meg egy kicsikét a csuki kis röfögését. Szerintem a csoki kis malaszkához játszott a barátja, a medve, és elkezdtek fogócskázni, szóval szerintem őket se zavarjuk a játékban. Inkább hallgassuk meg a harmadik utat. Te is így gondolod? Hát igen, szerintem is így legyen. Oké, hallgassuk csak meg. Babe, babe!
Baby, 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 no! Ne, ne, inkább a medve, inkább a medve, gyerünk! Várj! Szerintem menjünk halkan, nehogy megzavarjuk a medvét a játékában, jó? Jó. Úgy bizony, na, gyere! Megyek! Mi volt ez? Mi? Ja, semmi, semmi, csak a leveleket hallottam szerintem. Ah, oké. De, te fogtad meg a seggem? Nem, szerintem csak az egy faág lehetett. Jó, na, mindegy, menjünk tovább. Oké. Ennyi már gyorsabban. Megyek. Na, ajánlom is. Mi volt ez? Ez az! Végre kiújtottunk a sötét erdőből! De Dora, mi a következő úti célunk? Erdő, híd, Tesco! Már átjutottunk a sötét erdőn, szóval mi következik? A híd, a híd! Úgy van, a híd! Na, akkor siessünk. Gyerünk! Mondjátok velünk! Erdő, híd, Tesco! Erdő, híd, Tesco! Erdő, híd, Tesco! Menjünk, hey, come on! Gyerünk együtt nyomást! Gyerünk, forrá, megyünk! Ez megsérkutyan nekünk! Mi is a célunk? A Tesco! Mi is a célunk? A Tesco! Mi is a célunk? A Tesco! Jaj, ne! Egy útkereszteződés! Most merre megyünk tovább? Nem tudom. Hát, szerintem a bal oldali út az szimpatikusabb. Szerintem is. Akkor menjünk arra, gyere! Jó. Na végre, ide értünk a híthoz. De nézd, le van zárva a híd. Tényleg. Kérdezzük meg ott azt a kedves emberkét, hogy tudunk átjutni. Jó. Cokolom, hogy tudnánk átjutni ezen a hídon? Sziasztok, társbírai! Újra lássuk egymást! Ezen a hídon csak akkor fogtok átjutni, ha játszatok velem egy játékot. Hát, mi most nem nagyon érünk rá arra, hogy játszunk veled. Hát akkor társvírai! Három választási variációtok van. Első, megeszitek a kihűlt virslibet. Másik variáció? A második variáció az, hogy játszatok egyet a bickámmal, és darabokba mentek át a túloldalra. Szerintem akkor legyen a harmadik. A harmadik variáció az, hogy szöröztek nekem 60 aranyrudat egy perc alatt. Mennyit? De hát az nagyon sok. Akkor várj egy pillanatot, megbeszélem az asszisztensemmel. Hé, hey, Dora, neked nincsen véletlenül a táskádban egy command blokk, amivel givelhetném magunknak 60 aranytudat? Már nálam pont van egy kar, amivel tudnánk aktiválni. De lehet, hogy van nálam. Nézzük meg a hátizsákban. Oké. Okay. Mondjuk együtt. Hátizsák! Hangosabban! Hátizsák! Hátizsák! Hátizsák, 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 hátizsák. Én vagyok a hátizsák, és tömbbe a hasam. Amire csak szükség lehet, az minden nem van. Hátizsák, 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 hátizsák. Igen! Na sziasztok, én vagyok az a hátizsák. Dorának és Csizinek kellene egy command block, ami 60 darab aranyrudat ad nekik. Ez a command block 60 darab aranyrudat ad? Nem,
ez egy disznót. Na és ez a command block 60 darab aranyzsod adad? Nem, ez... Nem tudod, ki fogja kiolvasni. Na de ez a command block már 60 darab aranyzsodat ad? Igen, ez a command block már 60 darab aranyzsodat ad. Tessék, Dora, vigyed! Én megyek vissza aludni. Nyám, 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 nyám. Itt van delicious. Na, na ez a command block, nálam meg a kar. Te tedd le a command blockot, én meg mellé rakom a kart, oké? Okay? Jó! Menjünk. Na, akkor kezdhetjük? Na persze, társvéreim, kezdhessük. Majd én számolom nektek az időt. Oké, okay, akkor kezdjük. Háromra. Egy, kettő, három. Egy. Tessék. Kettő. Szöke cigány! Ez az! Most már fel tudjuk nyitni a hidat és át tudunk menni rajta. Ez az! Na, gyerünk Dóra! Ez az! Sikerült elcsütnünk a hídon! Ez az! Na de, Dóra, mi a következő úti cél? Erdő, híd, Tesco! Már eljutottunk a sötét erdőn, most keltünk át a hídon, szóval milyen most? A Tesco, a Tesco! Igen, siessünk! Siessünk! Végre ide értünk, a város legjobb Tescójába! Yeah. Hát te legalább Tesco, na! Na, ja. Menjünk be! Fotocellás ajtó! Ez az! Na, mindegy, menjünk. Menjünk be! Hát... Oké... Okay. Szép. Menjünk! Igen, elég dizájnos. Menjünk oda a bolthoz, jó? Jó. Hát ez nem jó. Ez sem jó. Aha, ez jó lesz. Csokolom! Csokolom! Mi? Vásárlók? Ez az! Már nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára vásárlók a nedemérgen kívül. Mit szeretnétek? Hát, mi a hirdetés miatt jöttünk? Az állt benne, hogy nyertünk egy Samsung Galaxy S44-et. Megkaphatnánk? No, már megint kettő fiatal ember. Vagyis egy fiatal ember és egy kisasszony, akik berültek egy hamis hirdetésnek. Mi? Azt akarja mondani, hogy ez a hirdetés csak átverés volt? És fölöslegesen tettem kockára az életemet? Hogy átjöttem a sötét erdőn és összetűzésbe kerültem többször is egy csogi fejű hülye gyerekkel? Bocsicsizi. Mi? Most azonnal kárpótlást követelek! Jó, rendben, ne húzza föl magát annyira, hölgyem. Adok kárpótlást. Mondjuk egy Nokia 330, egy Nokia Lumia 36-ot, amelynek 300 gigabyte-ja van, és egy terás SSD-je, meg 26 magas processzora. Megfelel? Rendben, adj ide is szent a béke! Rendben van, akkor már itt se vagyunk. Hát nem is ajánlom. Mit? Semmi. Jó, menjünk, Csizi. Oké. Okay. Nézd, Csizi! Nokia Lumia 36. Milyen gyönyörű. Uh-huh. De szép.
De Dora, ez a Lumnia nekem nagyon gyanús. És miért van ráírva az, hogy Nokia 3310? Gyere ide, Jóska, gyerek! Itt vagyok. Oké. Okay. Rám nézti? Ne nézzél már! Mi? Nem néztem már! Hozzád vágom ezt az arcot! Hozzád vágom! De hogy hozzám vágom! Hozzád vágom! Ne, úgy hozzád vágom! De hogy nem! Te nem vágott hozzá! De! Nem, de hozzád vágom! Ne nézzi! Hozzád vágom! Nem nézek! De hogy meg! Nem!